Ma Széchenyben is Bátony Terenyén járt a munkáspárt elnöke, találkozott mindkét település polgármesterével. Délutáni sajtótájékoztatón a munkáspárt elnöke Türmer Gyula adott számunkra interjút. Elnök úr, a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hosszú menetelésbe kezdett a munkáspárt. Miben más ez a menetelés, mint az éhségmenet? Mi valóságos célokat tűzünk magunk elé, és nem politikai színjátékot űzünk. Amit az MSZP az elmúlt hetekben szervezett éhségmenet címén, az nem más, mint egy politikai színház. Ha valójában az emberekért, a dolgozókért akarnának küzdeni, akkor küzdöttek volna mondjuk a munkatörvénykönyv ellen. Mondjuk biztatták volna a szakszervezeteket, hogy menjünk és akadályozzuk meg a szakszervezeti érdekeket és a dolgozó érdekeket súlyosan sértő munkatörvénykönyv elfogadását. Nem ezt tették. Ha valóban a dolgozók érdekeit szolgálták volna, akkor álltak volna a dolgozók mellé, amikor bezárták az üzemeket. Nem ezt tették. Nem is beszélve arról, hogy támogatták volna és segítették volna a dolgozókat akkor, amikor 8 éven keresztül hatalmon voltak. Nem ezt tették, engedték tönkre menni az országot, munkahelyeket szüntettek meg, kiárustottak mindent a környékünkön. Ezért számunkra elfogadhatatlan az, amit az MSZP tesz, és azt gondolom, hogy az emberek rájönnek arra, hogy ez nem más, mint politikai színjáték. A munkáspárt azonban a hosszú menetelésével, ami azt jelenti, hogy végigjárjuk a falvakat és a városokat, győzködjük az embereket, valóságos dolgozó érdekeket szolgál. Ma az változtathat az ország sorsán, hogyha mi dolgozó emberek beleszólhatunk abba, hogy merre menjen Magyarország, mire költsük az ország pénzét. Ehhez pedig ott kell lenni a parlamentbe. Nem a gazdagoknak, nem a milliárdosoknak, nem a százmilliómosoknak, nem azoknak, akik az elmúlt 23 évben kapitalizmust építettek. Nekünk kell ott lenni a dolgozó emberek képviselőinek. Ez a célunk. Tudjuk, hogy hosszú lesz a menetelés, mert az embereket meg kell győzni. De látjuk, hogy nagyon sok ember már érti, hogy nem az egyik kormány a rossz, nem az egyes miniszterek a rosszak és bűnösek, hanem a rendszer rossz, a tőkés rendszer a rossz, az a rendszer, ahol az ember nem számít, csak a pénz. Mi a véleménye az Együtt 2014 választói mozgalomról? Az elmúlt választáson, mint tudjuk, a szocialista-liberális erők szétestek. A Szabaddemokraták Szövetsége teljesen mértékben korrumpálódott, lejáratódott, nem is jutottak be a parlamentbe. Ennek az lett a következménye, hogy előbb vagy utóbb igényt támadt, hogy újjászervezzék ezeket az erőket. Az Együtt 2014 mozgalom az nem más, mint a liberális erők kísérlete arra, hogy az egykori SZDSZ és szövetségeseinek körét újjászervezze. Ők dolgozói érdekekről beszélnek, de szó sincs itt dolgozói érdekekről, semmi másról nincs szó, mint a magyar tőkésosztály egy bizonyos körének, az amerikaiakhoz leginkább kötődő liberális tőkésosztály érdekeinek a képviseletéről. Ők nem akarnak a munkáspárttal menni, és természetesen mi sem akarunk egy tőkés erővel haladni. Köszönöm szépen!